Rengeteg kérdéssel érkeztek a gyerekek Cserpalkovics Andráshoz hétfőn délelőtt a Városházára. A témák között mások mellett felvetődött a polgármester kedvenc fagylaltja, vagy hogy mindig jó tanuló volt-e, de fontos a várost érintő problémák kapcsán és a munkáját illetően is tettek fel kérdéseket a gyerekek. Nehéz a munkát, és hol dolgozol? Cserpalkovics András pedig igyekezett mindenki kérdését megválaszolni. A Hétvezér általános iskola és az Arany János egymi autista tagozata évek óta szoros kapcsolatban áll azért, hogy közösen erősítsék az elfogadást. A Hétvezér általános iskola és az Arany János általános iskolának az autizmus intézmény egységéből azok a gyerekek, akik integrációra alkalmasak, azzal a csoportjával mi már évek óta visszamenőleg egy ilyen integrációs, szociális, szabadidős tevékenységeket szervezünk, hogy a többségi gyerekek minél közelebb kerüljenek az autizmussal élő gyerekekhez. Az aranyos diákok ajándékul egy kis műsorral is kedveskedtek a hétvezéreseknek és a polgármesternek. Énekeltek és dalokat játszottak különleges hangszerükkel a hangzórúddal. Ezután Cserpalkovics András egy kis idegenvezetést tartott a diákoknak, akik megtekintették a Szent Korona hiteles másolatát, és még a polgármester székébe is beleülhettek. Mint a városvezető mondja, örül a két iskola összefogásának, hiszen úgy érzékenyítik egymást, hogy gyermeki őszintességükkel pillanatok alatt áthidalnak minden különbséget. Egy kicsit mi önkormányzat is hozzá tudunk járulni, hogy eznek a két iskolának az együttműködése az építse, nevelje a kisgyermekeket, és ezáltal azt hiszem, hogy a szélesebb közvélemény irányába is nagyon jó kis hagyomány ápolási célra nagyon jó üzeneteket tartogat, és hát azt kell tudom, hogy nagyon-nagyon aranyosak. És ez a kis produkció, amit ajándékba hoztak a díszterembe, és ajándék, amit hoztak, az meg nagyon-nagyon megható. A polgármester meghívásának mindenki nagyon örült, a két intézmény pedig megerősítette, a jövőben is szeretnék a jó kapcsolatot ápolni, és további közös programokat szervezni az érzékenyítés jegyében.